Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a György István Nagykun Múzeumban, hiszen a Magyar Kultúra Napja alkalmából Cupánkun Hegyesi Fafaragó népi iparművésznek van itt most egy kiállítása. Kiállításnak több apropója is van, hiszen úgy tudom, hogy ez a 100. kiállítása. Igen, valóban a 100. kiállításom, és 25 éve kezdtem fafaragással foglalkozni. Senkitől nem tanultam, abszolút autodidakta módon végzem, hobbiból, szeretetből csinálom mindent. És eredetileg mi a szakmája? Eredetileg állattenyésztő üzemmérnök és kereskedelmi menedzser vagyok. Tehát semmi összefüggés nincs az alkotó tevékenységem meg a tanult szakmám között. És hogy volt az első? Emlékszik, hogy mi volt az első? Gondolom katonasság, hiszen el szokták sokan mondani, hogy a katonaságnál kezdtek el faragni, és így kezdődött? Nálam később kezdődött, krisztusi korban, 33 éves voltam, amikor elkezdtem faragni. Hát az egésznek az volt az apropója, hogy mindig érdekelt a tárgyalkotó, népművészet, kiállítások való voltak, akkor megnéztem, és hát az említett korba szántam rá magamat, hogy hát megpróbálom én is, hát ha tudok olyat faragni. Hát idők engem igazoltak, mert népiparművész címet is elértem. Azért nagyon sok arc van itt, amit a jellegzetes kunsági arcokat önnél is látjuk. Ezek a kedvencek? Igen, ezek a kedvencek, tehát szakmámhoz is kapcsolódik, mivel állattenyésztő vagyok, tehát sokáig dolgoztam telepvezetőként. Meg hát lényegében családi hagyomány is, tehát ősök, nagyapám, dédnagyapámnak pásztorkodáshoz volt köze, földjük volt, tehát nem áll egyáltalán távol ez tőlem. Azért látunk itt kondástól kezdve betyáron át sok-sok mindent, viszont vannak érdekes székeket is látunk a másik teremben. Ezek gondolom úgy adta magát a fa. Igen, tehát a fának az organikus formája, a természetes szépség az mindig nagyon megfog. Sőt, utóbbi időben egyre inkább haladok abba az irányba, hogy minimálisan avatkozok be. Tehát a természet egyrészt kialakította már a fát, és csak nagyon keveset faragok rajta. És mi a kedvenc fa? Tehát miből a legkönnyebb, vagy miből szeret legjobban faragni? Hát legkönnyebb a különféle nemes fákból, tehát gyümölcsfákból. Lényegében ezekből szeretek a legjobban faragni. Nagyon szép a meccési felületük, az erezetük, de bármilyen fából faragok. Tehát tudom én, biztos, hogy van már 40-50 féle fajta fa, amiből már készítettem alkotást. És van olyan, hogy mondjuk valami most itt ki van állítva, és ez már újra lett faragva, mert valami volt, és átalakította formát rajta. Vannak-e ilyen? Vagy amit befejezett, az teljesen be van fejezve? Igen, tehát az utóbbi, ha valamit befejezek, azon már nem szoktam változtatni. És olyanok vannak viszont, hogy tudom én egy alakot kifaragok, és akkor utána néhány év múlva más formátumba ismételten. Tehát például egy juhász, másféleképpen faragok ki, vagy egy pásztorembert, kondást, ezek előfordulnak. Mi a legnagyobb terv, hiszen azért itt látunk kisebb-nagyobb szobrokat, van-e valami elképzés, hogy a legnagyobbat, vagy mi az, amit most még olyan távolinak lát, de szeretném megvalósítani? Hát lényegében tervem, elképzésem van, hát sajnos, hogy mondjam, tehát anyagi lehetőségek azok mindenfele behatároltak. Hát legutóbbi nagy munkám az két pom volt, egy nemzeti emlékpark létesül, és oda faragtam meg a hétvezért, plusz Árpád és Attila 2 méteres szobrát. Na most, hogy továbbiakban is, hogyha lesz bárhova felkérés, én nagyon szívesen vállalom. Meg hát a tárgyalkotó népművészet, a népi fafaragást, ezt mindenféleképpen folytatom. Akkor én még sikeres alkotó éveket kívánok önnek, és akkor most a 100. találkozunk a 150. kiállításon, és minél hamarabb. Nagyon szépen köszönöm, igyekszem. Köszönjük szépen. Cupán kiállításán dr. Fazekas Sándor főnösügyi miniszter úr nyitotta meg. Személyes ismerettség köti a művész, ez elhangzott a megnyitóban is. Volt alkalma megnézni ezeket az alkotásokat már több alkalommal. Mi a kedvence? Az utolsó kondás és a betyár nevű alkotások a kedvenceim. Valahogy a szívemhez közel állít a pusztai világ, hogyha egy mód van, akkor én is igyekszem kimenni a határba. Nagyon magas színvonalú alkotások várják az ideérkezőket a György István Nagykun Múzeumban, hiszen Cuppál, kunhegyesi alkotó, egy igazán kiváló szobrász, megtalálja a fában azt a benne rejlő lehetőséget, üzenetet, amire nagyon kevesen képesek, és tényleg érdemes, aki érdeklődik a népi kultúra iránt, a mai alkotások iránt, érdemes eljönni megnézni.
És azért látunk itt használati tárgyakat is, tehát a mai kor igényeinek is igyekszik megfelelni. Hát vannak székek például, gyümölcstálalók, tehát van köztük jó néhány, mindegyik takaros és praktikus. Én bízom benne, hogy azt a fantázia gazdagságot, amit az alkotótól eddig is láthattunk, tovább tudja vinni, hiszen már 100 kiállítása volt, és olyan egyedi megoldásokat alkalmaz, például ilyen juhász ábrázoló szobor, hogy rajta hagyja a fakérgét, tehát a természetes megjelenés az egészen élethű, és én tényleg azt mondom, hogy sok ilyen alkotóra van szükség itt a Kunságban, és legyen példa azok számára, akik éreznek magukban vonzalmat a fafaragás, az alkotás iránt, ez a kiállítás, illetve Cuppának a rendkívül megnyerő egyénisége és a teljesítmény, amit ő fölmutat. Nem szeretném megsérteni azzal a szóval, amit mondok, de némi irítséget is érzek az ön szavaiban, hogy önnek is biztos, hogy ha volna ilyen kézügyessége, akkor ön is alkotna, de most egy pici irítséget érzek ebben. Hát én szerintem ez nem irítség, én nagyra becsülöm azokat, akiknek erre van tehetségük és idejük, energiájuk. Mindenkiben benne bujkál azért szerintem egy kis faragási hajlam minden emberben, de én annak örülök, hogy vannak alkotók, akiknek ez kiteljesedik, úgyhogy gratulálok a művész úrnak. Át fogjuk neki adni, viszont a magyar kultúráról is beszélünk, hiszen a magyar kultúra napján nyílt meg ez a kiállítás. Önnek mit jelent a mai magyar kultúra? Hát a magyarság tudatát jelenti elsősorban, ami a kultúra által nyilvánul meg, a nyelv, a művészet, a különböző kulturális területeknek a összefogása, összefoglalása, az a keret, amit a Magyar Kultúra Napján ünneplünk. Ez egy olyan csodálatos teljesítmény, amely megtart bennünket magyarnak, erőt ad a jövendő küzdelmeihez is, és amely olyan érték, hogy valamennyi részét tudjuk vállalni, büszkék lehetünk rá Európában és Európán kívül is. Tehát a magyar kultúra egy féltve őrzött kincsünk, és én látom azt, hogy van egy komoly megújulás. Éppen tegnap egy vadonatúj zongorát, egy magyar zongorát tudtunk bemutatni a világnak, a magyar géniusznak egy újabb teljesítménye. Hungarikumaink, az építészeti alkotások, a művészetek legkülönbözőbb területein elért sikerek mutatják azt, hogy a magyar kultúra eleven, és mindig van utánpótlás, mindig van megújulás. Ez a mostani magyar kultúra napjának talán a legfontosabb üzenete. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Dr. Kanászló László is megtekintette már itt Cuppá kiállítását. Látom, hogy egy-két dolog nagyon megfogta. Tetszik a kiállítás? Igen, nagyon tetszik. Én még nem láttam a Cuppá művész úrnak a alkotásait, úgyhogy engem megkapott nagyon, főleg a figurális alkotásai. A paraszti arcot, a magyar népi élet részleteit nagyon jól megragadja. És tényleg valóban élnek a fák, a fadarabok élnek az ő keze alatt, úgy látszik. Én nagyon örülök ennek a kiállításnak, hogy megnézhetjük itt a városunkba. Úgy látom, hogy akkor tudna mit választani, hogyha választani kellene. Igen, hát itt nagyon tetszik rögtön a kanász és a kondás is, ugye, ha már haza akarok beszélni, de főleg ezek a mellszobrok. De nagyon szép órát láttam a falon, amit szívesen hazavinnék és kiraknám a falra. Nagyon színes és nagyon látványos paletta van. Mindenkinek ajánlom, hogy jöjjön el és nézze meg ezt a kiállítást addig, amíg egy hónapon keresztül látni fogjuk ott a múzeumban ezt a gyönyörű kis tárlatot. A Magyar Kultúra Napján nyílt meg ez a kiállítás, én úgy gondolom, hogy nem véletlen, hiszen nagyon sok olyan kultúrát kifejeznek ezek az alkotások, amiről ön is beszélt. Önnek mit jelent a magyar kultúra? Hát egy nagyon fontos nap először is a Magyar Kultúra Napja, hiszen emlékezzünk arra, nem árt az, ha évente legalább egyszer, az is, akinek hát kevésbé jut eszébe a magyar kultúráról beszélni, vagy olvasni, tájékozódni a magyar kultúra történéseiről. Legalább ezen a napon kicsit fölkeltjük az érdeklődését, és hát mindenki a magyar értékeket újra számba veheti. És hát most is ugye egy délutáni rendezvényen erről bővebben is hallhatunk majd a Dérini Művelődési Házban. Tehát nagyon fontos, hogy legyen helye ennek a témának is a
a életünkben és hát a naptárunkban. Van esetleg olyan kedvenc műve, amit esetleg ilyenkor jobban úgy gondolatban is felidéz, vagy elővesz és újraolvas, amit éppen a magyar kultúrának tulajdonít, hogy ön számára a legértékesebb része? Hát kiemelni nem akarok senkit, de a költőinket igen, tehát a nagy költőinket szeretem, Arany Jánost, Petőfi Sándor művészetét az nagyon közel áll hozzám, és hát általában azért bele lapoz ilyenkor az ember, sőt, hát a mai világban már könyveket se kell lapozni, hiszen a okostelefonunkban már benne vannak, például az enyémben is Petőfi Sándor összes verse, időnként jó belelapozni ebben a formában is, és kicsit elmerülni a költészetében. Akkor én azt kívánom, hogy minél több ideje legyen ebbe egy picit belemélyedni, és akkor a kedvenc költőitől minél több verset olvasni. Köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm én is!